folytatásban most egy nagyon boldog dolog fog történni. Azért mondom azt, hogy nagyon-nagyon boldog, mivel egy olyan kisbabáért fogunk imádkozni, aki számomra egészen egyedülálló, mert addig életemben akárhányszor néztem rá, mindig mosolygott. Mindig rám nézett, és nem megijedt, ami néha megtörténik a szakállas emberekkel, hanem rám nézett, és teljesen mosolygott, nagyon-nagyon kedvesen nézett rám. Hát, hogy ne is kerülgessem a kását, Sáfrány Dánielről van szó, akit itt látunk elől, ezt a kis mosolygós babát. Nagyon hálásak vagyunk értetek, Zoár, Dévé és Dani, hogy itt lehetünk most kicsit közelebb is jövök felétek. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy úgy lehetünk most itt, hogy hálát adhatunk egy rész ezért a babáért, és tudunk imádkozni érte az ő életéért. Lehet, hogy már nem 6-7-es, kicsit nagyobbnak tűnik, de még most sincs késve ez az áldás és az, hogy imádkozzunk érte. Hát Dani, te egy nagyon különleges korszakban születtél, majd mesélheted az unokáidnak, hogy én akkor voltam kisbaba, amikor ez a híres járvány, amiről ti majd csak tanultatok az iskolában, felütötte a fejét. Egy nehéz időszakot indultál, de most örülünk, hogy láthatunk téged, már nem csak fényképről, meg Skype-on keresztül. És hát azért vagyunk ilyenkor itt, mert hiszük azt, hogy nagy az ereje annak, amikor tudunk imádkozni. Nem megkereszteljük a babákat, mert nem abban hiszünk, hogy mi döntünk helyettük, hanem abban, hogy majd ő adja Isten, hogy ő döntsön, amikor majd abban a korban lép az Isten mellett. És mi annyit tudunk tenni, hogy az Istenhez szeretjük őket, és bemutatjuk nekik az Isten szeretetét, de tudunk értük ilyenkor imádkozni. És nagy a szerep annak, amikor a szülők is, és amikor a gyülekezet is úgy tud imádkozni, és az ima karjaiban hordozni egy gyermeket, hogy egyszerűen az lássa az Istennek a szeretetét rajtunk keresztül. Olvastam tennap egy nagyon érdekes történetet, egy kislány a vasárnapi a gyülekezetbe szolgáltak a gyerekek, és a felmentő is a szolgálótérre, majd lement, és keservesen zokogott lent az anyukájának. És nagyon érdekes volt, kérdezte az anyuka, hogy hát miért sírt kislány, mi a gond, mi történt ott fent? És azt mondta a kislány, hogy hát én rámosolyogtam az Istenre, de nem mosolygott vissza. Kiderült, hogy az a lelkipásztor volt az ő szemében akkor az Isten. És ezt csak azért mondom, mert ez a kislány akkor úgy gondolkodott, hogy az a lelkipásztor, ő az Isten. És nem mosolygott vissza, ezért ezt nem tudta hova tenni. De Dani számára nagyon, nagyon sokáig, és ezt értsétek most nagyon jól, mert nagyon félreérthető, de sokáig ti töltitek be azt a szerepet, hogy az Isten bemutassátok. És hogy rajtatok keresztül látja meg azt, hogy hogyan szeret Isten, hogyan simogat meg minket Isten, hogyan öle át minket Isten, hogyan kell fel hozzánk Isten este, mikor fáradt, és hogyan tudja ezt mind bemutatni az ő nagy szeretetét. És amivel szeretnélek titeket bátorítani, hát ezt az igét először Daninak hoznám, ez a 43. rész az Ézsaiásból. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok a te Istened. Azért jött elém ez az ige, mert valakivel beszélgetünk most, egy idősebb ember, és mondta, hogy hát ő mennyire nem irigyi a mai gyermekeket, mert milyen korban nőnek fel, egyik járvány a másik után, háború, gazdasági válság, minden felborul. De itt van az Istennek a drága ígérete, ami azt mondja, hogy ha át kell kelned vizen, akkor én veled vagyok. Hogyha folyókon kell átgázolnod, akkor azok nem fognak elsodolni. Még hogyha tűzben is kell járnod, akkor se fogsz megperzselődni. Tehát bármit hozzon ez a világ, tüzet, vizet, akármi fog történni, de én azt kívánom neked, hogy találd meg így az Istenben. Azt, hogy ő az, aki veled van, aki fogja a te kezedet, gyönyörű nevet kaptál a szüleidtől, Isten az én bíróm, Isten az, aki felettem van, és aki ítél, aki igazságot tesz az én ügyemben, hát ez legyen rád igaz minden egyes pillanatban. És azt kívánom nektek, Zobi és Évi, hogy nagyon-nagyon sok örömet éljetek át benne. Van egy régi mondás, ami azt mondja, hogy a napok hosszúak ilyenkor, de az évek rövidek. Szóval lehet, hogy néha nagyon hosszúnak tűnik egy nap, és akkor jön a fogfájás, hasfájás, minden, de ne jöjjenek ilyenek, csak ha jön a víz meg a tűz, akkor tudjátok, hogy akár ilyen is van. De még hogy a hosszúak is a napok, az évek rövidek is, és tényleg tudjátok megélni minden pillanatát ennek az időszaknak, ennek a korszaknak. És hát szeretnénk most imádkozni Daniért, és hát ilyen bevezető után remélem, hogy az ülemben nem fog sírni. Mert azt mondtam, hogy te mindig nevetsz és mindig mosolyogsz,
Úgyhogy először Zoán, akkor téged kérnélek, hogy gyere ide, és imádkozni, hogy te is nyugodtan állj ide, és utána majd el fogunk tőletek kérni. Legösen, nem tudom, hogy eléggé hálát adni neked azért, hogy bemutatod a szeretetet. Köszönöm, Uram, hogy megváltott gyermekeidként lehetünk itt, és úgy tarthatjuk kezünkbe kisfiunkat, hogy ismeretünk téged, és tényleg, Uram, szeretnénk megélni azt, amit most tanácsnak is kaptunk, hogy tudjunk téged bemutatni Daninak. Nem szeretném kérni a bölcsességedet és segítségedet, mert megvalljuk, hogy mi kevesek vagyunk. Kevés a mi tudásunk, a mi bölcsességünk ahhoz, hogy tudjunk nevelni egy gyereket. De köszönöm, hogy te előttünk jársz. Köszönjük, Uram, hogy te megígérted, hogy velünk vagy. Köszönöm, hogy te meghaltál Daniért is, és nem szeretném, hogyha tudnánk úgy nevelni, úgy igazgatni az ő útját, hogy elsősorban megtaláljon téged. És arra kérünk, Uram, hogy minden, amit teszünk, minden, amit mondunk neki, abban tudjuk őt segíteni arra, hogy legyen meg a te dicsőséged az ő életén. Hogy tudja betölteni az ő küldetését, bármit is szabtál rá. Köszönöm, Istenem, hogy így vele vagy, mert a Szentlélek Isten, te töltsd be bennünket, és vezess, hogy Évinek és nekem is bölcsességet ehhez az úthoz. Köszönöm, Uram, hogy áldás kérhetek a fiamra. Drága kisfiam, áldja meg téged az Isten, és őrizzem meg téged Jézus nevében. Drága Isten, nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy a kezembe tartatom ezt a gyermeket. Uram, köszönöm, hogy te adtad őt ajándékként, jutalomként Zoárdéknak. Köszönöm, Atyám, az, hogy te tervedben ő benne volt már akkor, mikor még csak titkon formálódtak az ő csontjai, és már minden napját láttad, Uram. Köszönöm, hogy te döntöttél, hogy ő megszülessen, hogy ő éljen, hogy ő ebbe a családba szülessen meg. Szeretnénk, Uram, így áldani téged, és hálát adni a szülésnek, a csodájáért, hogy megőrizted őt is, Évit is. Köszönjük, Uram, neked ezeket a csodákat is. Uram, így jövünk most eléd, és kérjük a te áldásodat az ő életére, Uram. A te kezeddel, Uram, hordozd őt, és hadd érezz, Uram, élete minden pillanatában, hogy te ott vagy mellette, ott vagy körülött, hogy fogad az ő jobb kezét. Kérlek, Istenem, hogy ahogy nő fel és cseperedik, Uram, hadd érezze és tapasztalja te szeretetedet. Ne tudj ezt kikerülni, ne tudj ezt elutasítani, nem, Uram, tapasztalja meg, és Uram, a zsigereiben érezze azt, hogy te mennyire szereted őt. Kérlek, áld meg ebben, Uram, a szüleit, hogy tudjanak, Uram, mindig segítségére lenni téged, bemutatni. Adj nekik, Uram, erőt akkor is, amikor nehéz pillanatok vannak, amikor talán kevés az energia, Uram, adj nekik mindig, tölts vissza nekik, Uram. És imádkozok, Istenem, azért, hogy őrizd ezt a gyermeket, amikor felnő. Add, Uram, hogy bölcs lehessen, ahogy te megígérted, hogy bölcsé teszlek, hogy rajtad lesz a szemem, hogy tanácsot adok neked. Kérlek, Atyám, hogy hadd élj ezt át, és Uram, minden döntésében, amit majd hozni kell, tudjon, Uram, rád hagyatkozni. Köszönöm, Atyám, hogy te drága véred érte is folyt, és köszönöm, hogy drága is becsesül neked. Szeretnénk, Uram, így imádkozni ért, és az egész családot az imányba hordozni. Áld meg, Uram, ezt a családot még, Uram, hogy a tőled van, akkor a kis testvérekkel, Uram. Add, Uram, hogy örömüket lelhessék a családban, és megdicsőülhess, Uram, amikor csak élik az életüket emberek, a családon keresztül is megláthassanak téged. Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Bemutatom a gyülekezetnek így, ezt a nagyon mosolygós kisbabát, mire kék színű mikrofont raktunk ide, hogy lehessen látni a gyönyörű szemét, Sáfrány Dániel, aki nevéhez ilyen most se sírt, hanem szépen mosolygott, úgyhogy nagy nehezen visszaadódik a szüleinek. Azt kérnénk, hogy ti még foglaljatok itt egy kicsit helyet, mert lenne egy néhány. A köszöntés először Magdi részéről, utána pedig majd a gyermekek fognak énekel titeket köszönteni. Mi kapcsolódik az a történethez, amit Maros hozott az elején, hogy a kislány Istennek nézte a lelki pásztor, hogy mennyire nagy szerepünk van abban, hogy tényleg Isten nem mutassuk a mi gyermekeinket. És ezzel kapcsolatban hoztam nektek egy igét és egy idézetet. Ez a 2 Péter 3.18. Hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Arra lettél kiválasztva, hogy valami Istennek kedves dolgot tégy. Isten pedig arra kér, hogy képviseld őt a következő nemzedékek is, mégis rettentően fontos része előtt.
Szüksége van valakire, aki az ő hangja, az ő karja és az ő szíve lehet. Téged választott. Mi titeket választott, hogy Istent megmutassátok Danikának, addig még ő személyesen nem ismeri meg. És azt kívánom, hogy ti kerüljetek egyre közelebb és közelebb Istenhez, hogy minél hűebben tudjátok őt visszatükrözni neki. És hát, amikor Danikára gondoltam, akkor a példabeszédek 15-ből két ige rész jutott eszembe. Az egyik az, hogy az örvendező szív megvidámítja az arcot, a másik pedig a ragyogó szem megvidámítja a szívet. Egy drága Danika, maradj mindig ilyen. Amen. Gyerekek, gyertek! Elég ismerem már az ének, amit énekünk a gyerekekkel, úgyhogy ha más nem, legalább a karjába kérem, hogy mindenki kapcsolódjon majd be. Okay.